Műsorunkat a Home Office megoldásokat segítő digitális távmunkacsomag forgalmazója, a HRP Europe Kft. Támogatta. fortinet.hrp.hu. Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket, és egy kicsit megújulunk. Hírek, értékek mentén, ahol szeretném kifejezni, hogy mindig kedves vendégeimmel és önökkel együtt az érték. Mai témánk visszanyúl Trianon időszakához, annál is inkább, mert éppen idejében vagyunk az emlékezésnek. 1918-1920 két esztendőt ölel fel az a színmű, amelynek szövegkönyv íróját tisztelettel köszöntöm, Kellős Éva asszonyt, Isten hozott, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást. Köszönöm. Másik pedig nagyon fontos az, hogy hogyan kerül egy darab megrendezésre, hogy mindenki pontosan jól értse, mit is kell nekünk megfigyelni, mihez kell kötődni érzelmileg. Tisztelettel köszöntöm Bardóczi Attila rendező, színművész urat. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. És már is rá szeretnék arra térni, Éva kedves, azt tudom, hogy fiatalon történelem tanulmányai során különösen érzékenyen figyelt fel arra, hogy mi is történt ebben a világban 1918 és 20 között, amelynek alapján tudásával, érdeklődési körével és rendkívül sok tudományos anyag átnézésével írt egy csodálatos színművet két felvonásban, minden határon túl. De azért szeretném elmondani az egyik szereplő gondolatát, ami Attila mindannyiunk számára, magyarok számára igaz. Szerte hullunk, mint a falevél, de össze lehet állni. Van ilyen szél is. Parancsoljon, Éva. Köszönöm szépen. Így van, valóban olyan szerencsés helyzetben voltam, meg vagyok, hogy kezdetektől fogva olyan közegben mozoghattam, illetve olyan tanároktól tanultam, akik ebben segítettek. És hát nyilván az ember rezonál ezekre a dolgokra, és megtanulja őket már ideje korán, és benne marad a lényeg. Úgy maradt a lényeg, hogy talált is egy színteret ennek a lényegnek, hogy tolmácsolja. Attila, mint rendező, hogyan érzékelte, látta meg mégis az író lelkéből fakadó, hogy ez színpadra teremtett, és színpadra méltó munka? Hát az egyértelmű volt, hiszen olyan mű készült, úgyis kezdtük, hogy színpadi legyen, tehát karakterek legyenek, helyzetek legyenek, érdekes figurák, és olyan életutak, amikre a néző kíváncsi. Tehát, hogy valahonnan eljutunk valahová, mint egyének, és mint a történelem részei. És ugye ez egy nagyon drámai összecsengése ennek az időszaknak, ez a 18-20 közti, egy picit sok minden történt, úgy amblokk a világban, Magyarországon is, és az emberekkel is. Tehát a 18-ban biztos, hogy senki nem ott tartott, mint 20-ban. Egy kicsit térjünk rá magára a darabra. Főszereplője egy hölgy, akinek megvan a maga életnívója, megvan az a minőség, amit a saját munkaterületén tennie kell, és bizony nagyon nehéz lehetett felszabadultan, szépen, vidáman énekelni a tartalmas gondolatú sanzonokat, a kollégákkal összefogni, a családot összefogni, és aztán, ha eljutunk 1920-ig, akkor az elcsatolt területekkel is élő elevenen tartani a minőségi kapcsolatot. Én kérem, hogy a nézőinket erre a témakörre fókuszálva avassák be, mert önök együtt élnek a szereplőkkel, mai napig is. Igen, így van. A darab egy család életén, egy művés család életén keresztül mutatja be ezt a két évet, olyan emberekkel körülvéve, akik akkor jellemzően voltak is, ugye ez fiktív történet, de maguk a szereplők, vagy azok az emberek, akik a főszereplőket segítik, vagy éppen gátolják, ők azokban az időkben akár élhettek volna, hiszen az egyik őjük ugye egy
akit Barduczi művész úr alakít, ugye ő egy gazdag gyáros, aki a családnak a barátja és a segítője, és akiről aztán egy egészen váratlan fordulat is kiderül a darab során. Másik ójuk ugye egy színházi mindenes, egy ügyelő, akiből aztán a történelem egy egészen más habitusú embert farag, és nem pozitív értelemben. Emberi sorsok a történelem sodrában, talán így lehetne összefoglalni. Kérdezem, Attilát, történelem sodrában. Meg kellett választani a szereplőkhöz azokat a személyiségeket, karakterszínészeket, akik a saját egyéniségüket is adják ezekhez a idézőjelben mondom figurákhoz. Nagyon szimpatikus volt nekem, ha megengedi, különösen tekintettel Vitai Andrásnak a megformált apa figurája szinte betöltötte a teret, miközben berepül hozzá a kis Mariska, és meghallgatja ezt az ominózus mondatot, igen, sajnos szerte hullu, mint a falevél. És ebben a hangsúlyban mégis van valamit, mint rendező, sokkal autentikusabban figyelt fel, mint én, hogy mégis ma megoldás kell, hogy megoldás legyen. Fiatal vagy, jövőt kell neked adnom. Igen, hát nagyon örülök, hogy a Vitai művész, Sinkovics Vitai művész úr nevét majd jönnek a többiek is. Mert nagyon nagy szerencsének tartom és tartjuk, hogy ő elfogadta a felkérésünket. Egyébként első pillanattól fogva szinte rögtön rá gondoltunk, és egyet is értettünk mindannyian, hogy az ő személyiségének a súlya és az egész habitus, a magatartása, hitvallása, ami az ő abszolút, civil hitvallása, az tökéletesen azt fedi, és meg is adta az alakításnak azt a hitelességet, azt az erőt, azt a férfias határozottságot, tisztaságot, tehát azt a viszonyítási pontot, azt az origó pontot, amihez képest lehet viszonyítani. Hogy ilyennek kell lenni, és ehhez képest vannak az irányok, és hogy ő itt van, ő ott van, de hogyha bármi támpontot keres valaki erkölcsileg önmagában, akkor ő hozzá kell visszamenni. Itt, lányom, a szemöldök fába, a padlatba, a feszületbe, de még a küszöbbe is a mi nevünk van belevésve, beleróva. És gondolod, hogyha elfutnék innen, akkor emlékeznének rá, hogy kik voltak azok a vasárosék? Nem. A kő is a saját helyén nehezkedik. Ha onnan kimozdítják, akkor abba akárki belérú. Egy nagyon finom univerzumot ad az édesapának, tehát Sinkovics Vitai Andrásnak, a személyisége, a karaktere. Gyakorlatilag az egész színmű úgy tetszik súlyát a vállán viselő főszereplőnek, Paul Lillának. Ez egy nagyon törékeny terület, maga személy törékeny ember, akinek folyamatosan hatalmassá kell, hogy nőjön, mert felelős. Felelős mindenért. És bizony az ember, ha végignézi azt, hogy itt még ráadásul vidáman is énekelni kell, megadni a közönségnek a mindenkori légkört, hogy egy picikét ebben a, pláne az 1918-19-es intervallumokban van élet. Az életet élni kell. Fogjunk össze, egy kis lelki erőt adok a mi programunkkal, azért itt sem lehetett olyan könnyű rendezni. Meg egyáltalán megírni, Éva kedves, a szereplőnek, a főszereplőnek a programot ebben. Igen, valóban, tehát azt mindenképpen szerettük volna, hogyha olyan darab születik, ami korabeli zenéket, sanzonokat, slágereket és népdalokat, később aztán mozgalmi dalokat, irredenta dalokat tartalmaz, és ugyanakkor bemutatja azt, hogy az élet az a mindennapokban valamilyen szinten valahogyan működött. Ha nehezen is gördült előre, ha szegénység volt, nélkülözés,
sok minden kiderül a darabból, akkor is azért valamilyen módon a hitük megmaradt, és működött, és egymást segítve és támogatva mentek előre, legalábbis remélem, hogy ez derül ki majd a darabból. Meg kiderül az is, hogy az a rendkívül nehéz politikailag, gazdaságilag teremtődött helyzet, ami nagyon embertelen intervallumokban ment, főleg mondom, ez a 18-19-es időszak. Más súlyponttal majd a vége. De ezt is meg kellett élni. És a darab erre is nagyon-nagyon nagy hangsúlyt fektetett a szereplőkkel együtt. Úgyhogy én önöket kérem, hogy azért kedves nézőinket ismertessük meg a szereplőkkel, mert itt mindenki a karakterét is adta a szerephez, ami egyébként egy színésznek lényegében kötelessége is, csak nem mindegy, hogy tudja megoldani. Parancsoljanak. Hát igen, ez így igaz, de szerencsére így lett írva, hogy már tudtuk nagyjából, hogy ki lesz, és kit fog játszani. Főleg itt a főszereplőnél, ugye, aki Paor Lilla játsza, egy Vasáros Vilma nevű revű vagy Orfeum énekesnő. Orfeum. Ő. Igen, még akkor nem volt revű, így van. Aki már sok mindent letett az asztalra, és a darab során derül ki róla sok minden a néző számára. Tehát mi csak azt látjuk, hogy ott van 18 nyarán egy Orfeumban, és itt elindul a sorsa. Van kolléganője, Csatári Böske, aki szintén egy primadonna ebben az Orfeumban, őt Sáfár Mónika alakítja, szintén nagyszerűen, és azt hiszem nagyon-nagyon jó választásunk volt. Remek. És büszkék lehetünk, hogy elvállalta. Ezen kívül ugye nekik van egy ügyelőjük, akikkel van egy ilyen privát, kicsit intim, kicsit szurkálódós kapcsolatuk, de a jópofa kedves az egész, ő Pőcsik Géza, Petridis Christos kollégám az Operett Színházból játszotta a szerepet. Nagyon jól, egyébként tényleg nagyon jól. A Vilmának, ugye ennek a primadonnának, aki a főszereplő, van egy családi háttere, van egy férje, és itt rögtön már az első kisebb gubanc, ez a férj fiatalabb nála, ami abban a korban nem volt. Kihívás volt, igen. Magyarul. Hát enyhén szólva kihívás volt, igen. Ezt a figurát játsza, aki Pakucsi Pista, Pakucsi István, zeneszerző, majdnem olyan jó, mint Cserkovics, saját állításuk szerint. De színházi berkekben csak... milyen ismerős, most nyíltabbá teszik. Igen. Igen. Tehát ez a Pakucsi István igazából jó zeneszerző lehet, nem tudjuk meg sajnos, mert általában a fiúknak ír, és hát emiatt néha a pohárhoz is nyúl. Akkoriban volt ilyen, ma már nincs. Tehát ez a korra jellemző, viszont nagyszerűen alakítja Babicsek Bernát, kollégám, aki fantasztikus dolgokat talált ki a szerephez, tehát ő, ahogy említette, és az előbb mindenki hozta a személyiségéből adódó olyan pluszokat, amiktől nagyon erősen hitelesítette az általa játszott figurát, és hát ő az egyik legjobb ebben, ha lehet egyáltalán valamiféle rangsort felállítani. Meg hát az, hogy ő igazából is tud zenélni, nagyszerűen harmonikál, és ő nagyszerűen le is kísérte magát, tehát nagyon-nagyon jó és nagyon erőteljes alakítás az övé. Tehát vannak ők, van egy házi barátjuk, amit már Éva említette az előbb, aki egy kicsit titokzatosnak tűnik, mert hogy is van ez, hogy házi barát, nem kell rosszra gondolni, tehát nem az a fajta házi barát. Szeretnek együtt lenni. Igen. Ő egy... Én most megfogalmazom, hogy én, miután én játszom ezt a szerepet. Nagyon gálánsan és elegánsan. Ez egy olyan ember, aki ott látta a színpadon meg ezt a Vilmát, és megtetszett neki. Nyilván, mint nő is, de elsősorban az, amit csinál. És ő udvariasan és finoman kezdett neki nem szemtelenül udvarolni, és nyilván nem azt akarja, amit a férfiak szoktak akarni, ugye lapozzunk, hanem egyszerűen egy nagyon jó barátja lett, de a Pistának is, tehát jóban vannak mind, és ahol tud, segít nekik. Ez egyébként a darab során többször is kiderül. Tehát vannak itt így Pesten, ez a kis pesti alapcsapat, de közben a Vilmának van egy élete,
Mert ő Erdélyből jött. Ez is menet közben derül ki. És én nem vedd át az erdélyi vonalat. Az erdélyi vonalat átveszem. Már ugye említettük Sinkovics Vitai Andrást, aki Vasáros Áront játssza a darabban nagyszerűen. Az erdélyi vonal másik nagyon fontos alakja Mariska, Vasáros Mariska, akit Radics Réka játszik szintén fantasztikusan, és ugye hozzá kell tenni, hogy ő ráadásul viszonylag későn csatlakozott a csapathoz, mert egy szereplőcserére szorultunk, és hihetetlenül gyorsan és nagyszerűen játssza a szerepét. Őszi szél fú a hegyekről, megbocsáss vár mindenekről. Édes rózsám ablakába, de sokat álltam hiába. És van a Boldizsár, ők ugye testvérek, Mariska és Boldizsár testvérek, Vilmának az unokaöccse és unokahúga, bocsánat, Áronka, Szevcsik Boldizsár, igen, művésznevet mondtam mindjárt, Szevcsik Boldizsár alakítja, és... Grandiózusan. Nagyon finoman és nagyon, nagyon érzékenyen. Éva kedves, a szereplők belső lélektanára, amíg írta ezt a darabot, keményen odafigyelt, és finoman is odafigyelt. Többször megnéztem a darabot, és két jelenetet szeretnék kiemelni, ha megengedi. Az egyik, amikor a karácsonyt szeretnék megünnepelni. Hogyan is néz ki az a karácsonyfa? Hogyan lehetett mégis szeretetet adni, és egy kicsit még fel is díszíteni? Aztán ott van a főszereplő lelki adottsága. Félretesz ékszereket, amelyet nagyon féltően őriz. És úgy, ahogy van, az egész csomagot odaadja Mariskának, vidd haza, tudjatok belőle élni. Magyarul nem ő éli fel, nem kótyavet éli el, nem az egyéni szükségleteinek valamilyen módon a megszerzésére, vagy éppen jobbátételére fogja, hanem átadja erdélyi rokonainak, az ő erdélyeknek. Ezek mind olyan lélektani pluszok, amelyeket eljátszani, a nézőnek meglátni több, megérezni. Itt is éreztem egy ilyen ponton a szereplőknek, minthogyha akkor megélték volna ezeket a szerencsétlen időket. Részint ön ezt hogyan tette be, így a karakterekbe, mert ezeket meg kellett szülni, át kellett élni, másik pedig megrendezni. Hogyan alakult ez? A darab nagyon kezdetétől fogva együtt dolgoztunk rendező úrral is, illetve a producerrel, ugye Paul Lillával, és a darabnak már akkor abszolút megvolt a vezérvonala, hogy mit szeretnénk képviselni, és utána alakultak ki, tehát a karakterek már megvoltak, utána jöttek nagyon sok utánaolvasás, nagyon sok beszélgetés, nagyon sok jó tanácsot követően azok a finomságok, amik valóban élővé tették ezt az egészet. Abszolút élő. Az ember nem téveszti meg a színpad, hogy most akkor ott egy élő dolgot látok, hanem amit hazaviszünk magunkkal még plusz, az az igazi utóélet, az él különösen a generációkban, akik megélték azt, hogy igencsak Csonka országá tették Trianonban azok az emberek, akik amikor kijöttek a tárgyalótermükből, Versailles-ba, akkor mégiscsak arra kellett gondolniuk, hogy mit is írtunk mi alá.
Ezt ma már világosan gyűjteményként kiadjuk mindenkinek, mert sikerült összeszedni, és nem is akármilyen millióban, hogy az ember tanuljon, értékelje. És ez a darab szembesít. Szembesít a maga műfajával, nagyon odafigyelten és a szereplő karakterével és önnek. Éva, aki felöltöztette a saját lelkével, és a rengeteg tudományos anyagnak az átnézésével, hogy ez megerősített és még hitelesebb legyen, mert ezt a mába kell a gyerekekkel, a fiatalokkal megértetni. És én a magam részéről tisztelettel köszönöm a szereplőknek, természetesen a szerzőnek, a rendezőnek, hogy ilyen témát vállaltak fel, és éppen a napokban lesz Trianonra való kötelező emlékezés és elmélkedés is. Hát akkor várom önöktől. Hát ez a Minden határon túl című darab, ez azon kívül, hogy ezeket a sorsokat és ezt a történelmi drámát itt Budapestre vetítve bemutatja, nem csak történelmi tükröt ad, hanem például zenei tükröt, ami nagyon érdekes. Tehát ezeket a mindennapi akkori slágereket szembesíteni és együtt bemutatni ezzel, hogy mi volt akkor, és ez is Évának nagyszerű kutató munkájának az eredménye, hogy felhajtotta azokat a dalokat. Szóval igyekeztünk, illetve főleg Éva igyekezett olyan dalokat válogatni, ami egy nagyon érdekes párhuzamot képez ezzel a drámai folyammal, hiszen ezek korabeli slágerek és sanzonok is, tehát van köztük komoly is, meglepően komoly egyébként, és meglepően könnyed, kicsit frivol, kicsit franciás, ami nagyon jó, mert ilyen drámai helyzetekben egy nagyon jó ellenpont, és nézőnek és színésznek is nagyon jó, hogy nem mindig csak a szomorúság legyen. Egyébként a darabban nagyon sok humor és vidámság van, és nagyon örülök, hogy kiemelte például a karácsonyi jelenetet, mert azért én kardoskodtam sokáig, nem mondom meg kivel küzdöttem. Én sem. De az kellett, hogy 18 karácsonyán, amikor nincs már semmi, nincs már Magyarország, szinte enni sincs senkinek semmi, semmit, mégis azt mondják, hogy akármi van, egy partvisnyéllel is akár csinálunk valami karácsonyt, és igenis karácsony van. Mert karácsony van, és karácsonynak lennie kell, nem? Köszönöm szépen írónak, szerzőnek, köszönöm. Rendezőnek. Én csak annyit szeretnék hozzátenni, szintén a zenei vonalon maradva, hogy a zenéket Paor Lillával együtt válogattuk, illetve a zenei rendezőnk Dekres Sándor, ugye dr. Gyarmati Paor Zoltán volt, aki az egészet egy egészen új köntösbe tette, és ráadásul egy csodálatos kísérőzenét írt a darabhoz, ami hatalmas ajándék, még ez azt gondolom, hogy mindegyikünknek, és itt szeretném még azt azért megemlíteni, hogy nekem személyesen nagyon nagy biztonságot adott Lillának, Attilának a segítsége, és dr. Nyári Gáboré történészünké, aki végigkísérte ugyanúgy a darabnak az életét, mint ahogy a kollégák. És reméljük, hogy a nézők is észreveszik majd, hogy minden erőnkkel azon voltunk, hogy itt egy szép munka és egy szép darab szülessen. Én megtisztelettel köszöntöm, és köszönöm. Egyrészt köszöntöm azt a szép alternatívát, a lehetőséget, hogy az ember ilyen ponton sem felejtse el, amit soha nem szabad elfelejteni egy magyar embernek, egy nemzedéknek, határon innen és határon túl, illetve minden határon túl. Ez a darabnak a címe. És én szívből remélem azt is, hogy ezek a bizonyos falevelek, amelyek akkor széthullottak, most a tudatunkkal, a tudásunkkal és ennek a darabnak a lehetőségével, tényével próbáljuk összehozni egy olyan szép halomban, ami egy örök piramist adjon arra, hogy nekünk fontos tudni, mit jelent a Trianon. Tisztelettel köszönöm. És kedves nézőinket mindig várjuk. Viszontlátásra. Legyen úgy, mint régen volt. Legyen úgy, mint régen volt. Hogy ne legyen a magyarnak, hogy ne legyen a magyarnak, sem dolmányán, sem jó hírén, semmi font.
mint régen volt. Legyen úgy, mint régen volt, hogy ne ártson a magyarnak, hogy ne ártson a magyarnak sem a Duna, sem a Tisza, sem az Olt. Legyen úgy, mint régen volt. Legyen úgy, mint régen volt. Adjon Isten a magyarnak, adjon Isten a magyarnak két kezével boldog égből minden jó. Legyen úgy, mint régen volt. Műsorunkat a Home Office megoldásokat segítő digitális távmunkacsomag forgalmazója a HRP Europe Kft. Támogatta. Fortinet.hrp.hu